egy kicsit szeretnék ilyen szimbólumokat vagy párhuzamokat vonni, akkor ez a Dégi kastély is egy kicsit ebből a Csipke-Rózsika álmából kezd valahogy feléledni. És ennek az első lépése már megtörtént, amikor az első ütemet átadtuk, és ezt a környezetet, a csodálatos környezetet akkor kinyitottuk. És most folytatva ezeket, a második és a harmadik ütemben tulajdonképpen teljesen ezt a vízrendezést megoldva, ezt a kastélykertet ma átadhatjuk. Ha most az aggódó emberek, akik egyébként ide jártak sétálni, kirándulni, sőt, vadászni, horgászni, ebben az időközben bekerített 300 hektáros parkban körbe sétálnak, akkor azt láthatják, hogy nem volt hiába való a szakembereknek az erőfeszítése. Nem volt hiába való a tervezők, a kivitelezők munkája. Azt kell, hogy mondjuk, hogy régi fényét nyerte vissza ez a kastélypark, és hogyha mindenhol már látjuk újra a füvet, és még azt a néhány hiányzó fát, amit időközben megállítottak a szakemberek, hogy érdemes lesz elültetni, kihelyezik a helyükre, akkor valóban fantasztikus környezetbe tudjuk fogadni az ide látogatókat. Az erdő és a kastélypark az államosítás kapcsán 50-es években került az akkori állami erdőgazdaság kezelésére. Nyilván minden fontosabb volt, mint hogy az eredeti állapotnak a megtartása. Beerdősítésre kerültek a nyiladékok, beerdősítésre a tisztások, csemetekertet, fenyőfatelepet hozott létre az akkori állami erdőgazdaság, hasznosították, ahol tudták a területet. Ezért is számomra személyesen rendkívül fontos, hogy ez a program megvalósulhat, és megvalósulhatott, megújulhat a kastélypark. Az erdő visszanyeri lassan eredeti funkcióját, arborétummá minősítették közben, menet közben, felújítás közben a területet, és valóban egy csodálatos munka eredményét ünnepelhetjük most, illetve adhatjuk át a látogatóknak a jövőben.